csomizók! Kiki vagyok. Ma egy ilyen kék dobozt kaptam, és nagyon tetszik. Az egész olyan, mint a tenger. Látjátok, a tetején olyan, mint a hullámok lennének. Tök bulis. Ezek kövek! Annyira jó érzés őket fogdosni. Tiszta színes az egész. Mintha egy unikorn is lett volna itt. Nézzétek! Annyira menő! Ez egy társas játék! Az a neve, hogy Süni Álom. Ezt nézzétek! Nagyon szép! De cukik azok a pici sünik! Abból kettő elaludt, és az egyik csak tetteti. 3-tól 8 éveseknek. Játékos fejlesztés, légy még okosabb. Ott egy katica. Ó, de édesek. Imádom a süniket, annyira cukik. Hú. 2-től 4 játékos játszhatja. Tökre menő. Hú, nyissuk ki. Ez itt a játékszabály. Ugye 2-től 4 játékos számára 3-tól 8 éves korig. Nagyon tetszik, hogy minden lépésről lépésre le van írva. Ó, értem. Szóval a közepén lesz egy ilyen forgatható lemez dologszerű izé, amiben ilyen kosarak lesznek rárajzolva. Látjátok úgy? És az a lényeg, az fog nyerni, akinek a legtöbb levélt akarja a süniét. Úgy. Ez itt egy játékkatalógus. Ó, nézzétek, mennyi játék van itt. De most nézzük a sunis játékot. Itt van a játéktér. Látjátok, egy nagy almafa. De cuki az a mókus. Annyira menő meg van rajzolva. Az ott egy cuki róka. Mosómedve. Ott egy csiga. Meg két nyuszi. És látjátok, ez az, amiről beszéltem. Lehet forgatni meg minden. Van 4 darab sünink. Egy kék. Látjátok, mert kék a virágja. Egy piros. Először azt hittem, hogy az egy szívecske, de rájöttem, hogy egy levél. Egy zöld, és egy sárga. Mindegyik játékosnak lesz egy sünie. Ezek itt seprük. Kinyomkodjuk őket. Így. Kész. Itt vannak még a levélkorongok, meg a dobókocka. Ezeket a levélkorongokat fogjuk majd gyűjteni. Ó, de furi dobókocka! Jó. Ezeket kell majd gyűjteni először a kosárba, és utána pedig a sünire. Ez pedig itt a dobókocka. Ez a szél. Ez pedig a seprű. Játszunk! Kezdjük is! Mindenkinek osztunk egy sünit. Nem olyan fontos, de az van a játékszabályban, hogy a legfiatalabb játékos kezd. Mindegyik levelet feltesszük a lombkoronára.
Mert ugye ott vannak a levelek, és onnan fognak majd leesni, mert ugye lombhullatók. Most a sárga kezd. Dobjunk egyet. Ott a sárga. Három ilyen megrajzolt mező van, azon kell majd végig mennünk. Most jön a kék. Ő hármat dobott. Ilyenkor azt is lehet csinálni, hogy forgatunk. Egy, kettő, és három. Most jön a piros. Kettő, egy, kettő, zöld, kettő, egy, kettő, és a zöldnek már van egy levele. Most megint a sárga jön. Egy, kettő, most jön a kék. Egy. Most jön a piros. Most megint egyes dobott. Jöjjön a zöld. És a zöld hármat. Egy, kettő, három. A zöldnek már kettő van. Most jöjjön megint a sárga. Három. Egy. Kettő. És három. Most már a sárgának is van egy. Jöjjön a kék. Egy seprű. Akkor elvehetünk egy ilyen seprűt. A seprűnek az a szerepe, hogy ad neked még egy lépést. Ezt bármikor felhasználhatod. Tehát léphetsz egyet, vagy forgathatsz is. Jön a piros. Ó, egy szellő! A szellőnek az a szerepe, hogy elvesz egy lépést. Szóval egy lépéssel visszább kerül a levele. Megyünk el a zöldtől, neki van a legtöbb. Zöld. Ó, egy seprű. Így. Most jön a sárga. Most pedig rátesszük a sünire a leveleket. És akkor újra elkezdhetjük gyűjtögetni. Jöjjön a kék. Most pedig a kék süni beváltotta a két seprűjét, és így neki is van már egy levele. Most jöhet a piros. Ó, ne! A zöldnek elfújta a levelét. Jöjjön a zöld. Kettő, három. És most jöhet az utolsó kör. Most a kék jön. Három. Hát most átveheti a levelét. Most jöhet a piros. Mindenkinek ráteszem a levelét. Zöld. És most jön a sárga. Na, ki nyert? A sárga! Mindenkinek csak három van. De neki meg hat. Ő volt a legügyesebb. Én neki szurkoltam. Sziasztok! Ha tetszett ez a videó, lájkoljátok és iratkozzatok fel. És kommentben írjátok meg, hogy legközelebb mit csomagoljunk ki. Sziasztok! Iratkozz fel! Nézd további videókat! Ha rajzfilmekre vagy kíváncsi, akkor látogass el a Cat csatornájára.